Az Arizona zenekar 2 év után jelentkezett új albummal. A lemez keresztelőn többek között elhangzott, hogy az együttes a rockosabbtól a populárisabb stílus irányába mozdult el. Biztosan lesznek olyanok, akik azt mondják, hogy ez már nem fér bele az ő stílusukba, illetve nem hallgatnak mondjuk ilyen zenét. Én nagyon-nagyon fontosnak tartom azt, hogy mindig megújuljunk, lépést tartsunk az aktuális zenei világgal. Ha most ezt kívánta meg a lemez, hogy még igenis egy populárisabb vonalat hozzunk, akkor azt kívánta meg, és én nagyon-nagyon örülök neki. Hozzám személy szerint ez sokkal közelebb áll. Próbáltunk új vizekre is evezni, trap is hallható rajta érdekes módon, hát ska dallamok, tehát mindenféle különböző dallamok, dallamvilágok megfigyelhetők a lemezen. És bízom benne, hogy nagyon sokaknak tetszeni fog. A zenekarban tagcserék is történtek az elmúlt időszakban. Az eredeti felállásból Bokros Maja és Gasparik Fecó maradt. Az együttesnek 2 magyarországi tagja is van. Közülük Sütöri Patrik basszusgitáros 2014. decemberre óta dolgozik együtt az Arizonával. Én itt is már itthon érzem magam, ha mondhatom ezt. Teljesen jó a közeg, és én úgy gondolom, hogy az, hogy az ember kicsit kimozdul a komfortzónájából, az csak az előnyére válik, és remélem is, hogy az én előnyeimre is vált ez. Semmiféle nehézséget nem éreztem a beilleszkedésben. A lemez nem csupán az Arizona tagok munkáját dicséri. Maja az énekesnő Kobival, a magyarországi hip-hop stílus ismert képviselőjével közösen énekel egy dalt. Néhány dalszöveg megírása Hajzok Melinda, Puss Tamás, illetve Lombos Márton nevéhez fűződik. Én nagyon szeretek külsős emberekkel együtt dolgozni. Az egyik része az, hogy kapcsolatokat folyamatosan építsünk ki újabb emberekkel, tehát akár Magyarországról, akár innét felvidékről. Nagyon szeretem rábízni mondjuk egy külsős dalszövegíróra az én érzésvilágomat. Tehát amilyen dallam kijön belőle, nem biztos, hogy megfelelő dalszöveget is tudnék ráírni. Tehát a külsős dalszövegíró teljesen más füllel hallgatja azt a dallamot. A rádiókban egy populárisabb Arizonát lehet hallani, de a koncerteken kicsit azért bekeményítünk, és azért oda tesszük alá ezt a light rock stílust.